Sziasztok, itt vagyok Svájcban, Zürichben, a Sneaker Nessen. Zürich Sneaker főváros lett, amióta a Sneaker Nessnek az egyik fő központi csomópontja, és a legkirályabb sneakerek, a legjobb kollabok, a legnagyobb arcok, ma két kerekasztalt vezetek a legnagyobb ikonokkal, de a főhivatásom nem felejtem el méghozzá azt, hogy titeket bevigyelek mindenhova és mindent megmutassak. Access All Area, mindenhova beviszek titeket, oda, ahol senki más nem mehet be, úgyhogy gyertek, nézzünk cipőket! Az a vicces ilyenkor nagyon korán, mert még a kapuk csak másfél óra múlva nyitnak, hogy az eladók is ilyenkor járják körbe a többiek a szeret, és nézik, hogy mondjuk esetleg tőlük mit vehetnének, mert aztán semmi idő nincs, aztán így betelik minden, és csak őrület van. De ezt akartam megmutatni. Essex hozott egy nagyon izgi konceptet. Itt egy tojás, igazi, és ez a technológiájuk elvileg annyira felfogja az ütéseket, hogy még az a tojás se törik rajta össze. Wow! De a Zalando egy olyan standot csinált, hogy itt van nagyon-nagyon sok cipő, és itt az egész standnak a fele, hey! Sorry, ich kann noch kurz durch, danke. Tehát az egész stand fala alapvetően tele van ilyen lekaparható sorsjegyekkel, mindenki lekaparhat egy számot, és aztán ezek között lesznek nyertesek. Úgyhogy tegnap itt tök sokan nyertek, bedobaltak mindjárt egy videót, dunkokat, mindenfélét, és ez nagyon komoly. Itt vagyok talán az egyik legkirályabb standard, Sneaker La Classe, igazi svájci legenda üzlet és bolt. Olyan cipők vannak, itt például ezt akarom mutatni. Igazi klasszikus, az MF Doom Dunk, ahogy látjátok, az egész kinézete teljesen inspirálva lett. Egyrészt a rap antihős MF Doom, aki nemrég hunyt el sajnos által, és az ugye ő képregény inspirációja által, Dr. Doom által, úgyhogy ez egy nagyon komoly cipő, és egy olyan szintű ritkaság, főleg hát ilyen állapotban, deadstock, ez egészen elképesztő. Ez talán a hip-hop történelem legmeghatározóbb Nike kollabja, Dunk kollabja, pedig ugye volt De La Soul, az volt a legelső hip-hop kollab, és azok tök más idők voltak, képzeljétek el, akkor még Rob Sissy, akkor ő a Nike-nél dolgozott, egy rajongója volt ezeknek a hip-hop arcoknak, és úgy ment oda hozzá egy kollabjára, hogy hé, rajongótok vagyok, mi lenne, ha csinálnánk egy kollabot, tök szenvedélyből, ugye most már más, most már kíván számít, hogy Travis ugye a legmeghatározóbb vele kell kollab, de akkor ez rajongásból indult, és érdekes, hogy JC Lopez is beszélt már arról, hogy ez a cipő, mielőtt MF Doom meghalt, hónapokig ült a boltjában, ugye az Urban Necessities-ben, JC-vel két évvel ezelőtt beszélgettem is szintén Zürichben, csekkedek azt a videóm, és miután elhunyt MF Doom, eladott rögtön 3 perdől lett több ezer euróért, egészen elképesztő ez a cipő. Legendás. A srác, ha megnézték, nekem 2500 euróért árulják, az forintba egyszerűen pontosan ennyi, amit ide most írtam nektek. Itt vannak persze friss modellek, 2-es Off-White Jordan, visszatérnek a 2-esek természetesen. Itt a sötétkék színállása is. Wow! És ugye ezt a szabályt szerencsére mindig betartom, ne nyúj hozzá semmihez, majdnem összejött. Aztán itt van ez a Cactus Jack Air Force 1-es, ez már rég vadászom itt, és ezt fiam tudjátok ki cipője? Pont ez itt a Sneaker La Classe-nál. Magyar-svájci sneakerhead, Celeste Sneaker, nagypacsi neki, nagy király, ez az ő cipője. És ezt már majdnem egyszer megvettem, csak hiányzik hozzá 2 cserepipa, és ezért sose koppoltam. Szintén nem hagyhatom ezt ki. Ben and Jerry's Dunk. Elfolyó pipa, mutattam be nektek néhányszor, de ebből sosem elég. Természetesen Yeezy-k óriás mennyiségben, itt például 2 Yeezy slide, egyhöz, hogy milyen könnyűek különben, a gyártási költsége egyenlő lehet a nullával, de ugye Kanye teljesen a simplicity az egyszerűség felé megy jelenleg. 350-esek. Mindenféle szériából, mindenféle különböző színállásban, de akár mondjuk itt van ez a Sonra, nagyon pici méret, de ez az a cipőmárka, amit Hikmet Szuguer alapított, ő a Soulbox alapítója is, a legendás cipőbolté.
ezek a szolnerek nagyon szépek, ezek igazi kincsek, és ezeket az ilyen német nyelvű sneakerneszeken, egészen sneakerneszeken Amsterdamban is nagyon sokat meg lehet találni, hiszen ő egy európai legenda, tehát például Amerikában, mert annál kevésbé. Danke, dass du für mich kurz Zeit nimmst. Was seht ihr jetzt als Verkäufer hier bei der Sneakerness? Welche Paare rennen jetzt am besten? Also ganz ehrlich, die Nike Dunks, die laufen immer. Das ist so ein alltäglicher Schuh, gibt es in allen möglichen Farbvariationen, wie man hier sieht. Den kann man zu allen möglichen Kleidern kann man den kombinieren. Die ist immer ein Renner. Dann gibt es natürlich auch Jordan 4er, die laufen momentan sehr gut, egal in welchen Farben, die Metallics, die Red Thunders. Gehen ganz gut, dann auch die Jordan mit. Bring mir mal kurz zwei. Ja. Die Light Smoke Grays. Aha. Einmal der hier. Aha. Oder auch die Aluminium Wolf Grey. Das sind Schuhe. Die Leute brennen hier dafür, ja? Ja, alles Gute. Wir sehen uns hier noch sicher ganz oft an den Sneaker. Genieß es hier noch. Danke. Yes, dir. Auf jeden Fall. Azért ruha téren is van mit mutatni, kihezetten anyag, 1800 euró, 1500, 2600 dollár, Supreme North Face, for love. Ez itt a Lever Studios, és itt zseniálisan király printeket tudom magatoknak csinálni, itt van rajta mindenféle sneaker-ness. Nem hivatalos sneakernet merch, hogy nézzük meg, hogy készül, mert így csinálják a srácok, és nagyon jó minőséggel. Itt vannak például ezek a Fear of God Essentials darabok. Tudjátok, mindenki ismeri, teljesen klasszikok, Fear of God, elérhető áru darabjai, de tudtátok, hogy ez tilos az EU-ban eladni? Mert elveszettek egy jogi párharcot védjegyekkel kapcsolatban, mert van egy belga márka, Essentiel, és az Essentials-t túl hasonlónak vélték felismerni, és ezért ennek a kollekciónak a teljes eladása be lett tiltva egész EU-ban, ők ezt itt tavaly vették meg, a mellettük lévő standnál áruló német eladótól, akinek mindent el kellett adnia, mivel Németország az EU-ban van, és ők, mint svájci volt, ezeket még tudják árulni, hiszen ők nem EU-tagok, és mindenki viszi tőlünk, egészen elképesztő. Plusz, amit meg azért megmutatnék, wow, egy Red Lobster, ezt sem fogja az ember sokszor a kezében, és mint a lobstereken, rákokon, itt az ollóján egy ilyen gumi. Ezt minden egyes alkalommal ráteszi a Nike, fel az egyik leglegendásabb Dunk Collab sorozat. Na, nézzünk kicsit tovább! Itt vagyok a Make a Statement-es haverjaimnál, és előszedték nekem a vitrínből ezt a cipőt, ez a legdurvább Air Max 1-es, a Travis élőben ez a fair, bár képeken is, ha kritizáltak és nem szeretek, és nem is nézett jól őszni, szóval élőben hihetetlen jól néz ki. Nézzem meg a részleteket, itt a talpánk, Cactus Corporation, egy icipici Nike logó, oldalt végig megy ez a fent, és azért mutassuk meg a dobozt is, tehát itt van a másik fele is a cipőnek. A doboza pedig így néz ki, nagyon durva. Na ezt tuti nem mutatta nektek még senki kézben. Ez a részlet, hogy eltakarták a Nike buborékot, az Air buborékot. Yeezy, ami 300 frankba került, egészen tűrhető el, tehát ezt mondtam nektek, hogy itt is látjátok, egy US 11-es Quantum Yeezy 270 frank, teljesen oké ár, ez pedig 220, tehát hogy ezek teljesen oké árak, főleg, hogy arra beszélünk, hogy itt egy eventen vagyunk, hogy úgy szokták árazni. Nézzük tovább, mondjuk egy ilyen SX, bár mondjuk 260 euró. Látok még néhány árat,
például itt 400 frank, a Levi's Jordan 4-es, ez egy kicsit szerintem túl van árazva, ahogy ez a 350 szakáér is, de nagyon tűz darabok, itt egy 8-as. Ott pedig Sean Waterspoon-nak darabonként 1000 euró. Egy Strange Love Dunk 1250, ezt képest mondjuk egész jól vettem az enyémet. Ez egyik legszebb dánk az elmúlt évekből. Sok emberrel beszélgettem, aki most pont ezt a cipőt vadászta itt. Zseniálisan jó printek itt mögöttem. Igazi sneaker művészet, ezt nézzétek meg. Azért ez nagyon komoly. Bent, jó Zoltán, bent. Kövessetek őket itt instant. QR kód praktikus.